Ezek a legfontosabbak mindenről és sok minden másról is, most részletesen. Martiniben úszott az út, baleset miatt teljes szélességében órákra lezárták a 7-es számú főutat Sormás és Becsehely között. Egy személyautó ütközött egy szeszes italokat szállító ukrán rendszámú kamionnal. Az ütközés következtében a kamion rakománya több mint 40 millió forint értékű Martini az útra és az árokba borult. A baleset során a személyautó két utasa megsérült, egyikük súlyosan, őket a mentők kórházba vitték. A kamionnak a rakománya az útra folyt, ez több száz liter szeszes ital, az anyagi kár jelentős, közel 40 millió forint. A műszaki mentést a nagykanizsai hivatásos tűzoltók hajtották végre. Az út takarítása után a nagykanizsai darúval fogják kivontatni a járművet az árokból.